Üdvözöllek, itt Újhelyi Szabó Zoárt. Ebben a videóban a homoktövisről lesz szó. A homoktövis egy különleges bogyós gyümölcs, amit több videómban is ajánlottam már, mivel nagyon jó C-vitamin forrás, vannak benne omega zsírsavak, különlegessége, hogy van benne omega 7 zsírsav is, rengeteg antioxidáns és flavonoid, karotinoidok, E-vitamin, folsav és mások. A benne lévő flavonoidok közül a legfontosabbak az izoramentin, a kvercetin és a kemferol. A homoktövis bogyók aprók, sárgás, illetve narancssárgás színűek, látható most a képen, hogyan is néznek ki. És hazánkban olyan szeptember végén érnek be, tehát ősz elején születelik őket. A homoktövis jelentős részét egyébként biogazdálkodásokban állítják elő. A legfontosabb érve a rendszeres homoktövis fogyasztás mellett a magas C-vitamin tartalma. 100 g homoktövis kb. 600-700 mg valódi teljes értékű C-vitamin tartalmaz, tehát nem csak aszkorbinsavat. A legjobb C-vitamin forrásokról készítettem korábban egy videót, keress rá a keresőben. A homoktövisnek számos részét fel lehet használni, így például készül a bogyókból velő és gyümölcslé, amit inni kell vízben feloldva, és homoktövis húsolajat is készítenek a bogyókból, illetve a magjából magolajat és héjmagörleményt szoktak még előállítani. Mivel a bogyókból készült lé nagyon savanyú, lehet például mézzel édesíteni és úgy inni a felhígított levet. Nézzük most meg 6 olyan problémát, amikor a homoktövist be lehet vetni. Elsőnek a bőr problémákat fontos megemlíteni, amire mind a bogyóból készült gyümölcslé, mind a hús és magolaj is nagyon jó. A homoktövis lé a benne lévő C-vitaminnal segíti az egészséges bőr visszaállítását, hiszen tudjuk, hogy a bőrünk számára is nagyon fontos a C-vitamin. Ekcémára, sebekre, dermatitis esetén pedig a homoktövis olajat külsőleg is tudod alkalmazni. Fel kell vinni a bőrfelületre és hagyni kell, hogy felszívódjon. Nagyon jó a homoktövis mellékvese fáradtság esetén is, ez a második probléma, amikor érdemes fogyasztani. Mellékvese fáradtság esetén nagyon jó, nagyon kevés a C-vitamin bevitel, vagy sokat használ fel a testünk, tehát előnyös lehet a homoktövis levet inni ilyenkor. A homoktövis magolaj pedig a benne lévő omega 7 zsírsavakkal segít az energia visszanyerését. Tehát mind a homoktövis levet, mind a homoktövis magolajat érdemes alkalmazni mellékvese alulműködés esetén. A mellékvese fáradtságról készítettem korábban egy videót, ahol több mindenről is szó van, keres rá a keresőben. A harmadik érve a homoktövis mellett az immunerősítő hatása. A homoktövis tele van polifenol vegyületekkel, melyek fokozzák az immunfunkciókat, így hatásukra megnő a baktérium, vírus és parazita ellenes védelem a testünkben. A homoktövis hús és magolajnak magas a flavonoid tartalma, míg a bogyókból készült gyümölcslében pedig ugye a C-vitamin, ami támogatja az immunrendszert. Cukorbetegeknek is ajánlott a homoktövis bogyót, illetve a magolajat szedni, ez lehet a negyedik terület, ahol bevethető, de nem csak cukorbetegeknek, mert alapvetően legtöbbünk sokkal a több szénhidrátot vízben, mint amivel ugye a teste megbirkózna. A homoktövis olaj segíthet az inzulin ingadozások kiegyenlítésében, javítja az inzulin érzékenységet és az inzulin kiválasztást. Az ötödik terület, mely kapcsolódik az előzőkhöz, a máj problémák, amikor bevethetjük a homoktövist, illetve ugye cukorbetegség esetén is fontos odafigyelni a májra, hiszen a hasnál mindig a májjal együtt végzi a feladatainak nagy részét. Máj problémákra inkább a magolajat érdemes fogyasztani, de lehet mellé inni a gyümölcslevet is. A homoktövis magolajnak nagyon jó, nagyon magas az E-vitamin tartalma. Az E-vitamin segít csökkenteni az LDL koleszterint, ami fontos a májunk egészsége szempontjából, illetve erős szabadgyök csökkentő képességgel is bír, azaz bizonyos mértékig védelmet ad a májsejteknek. A homoktövis magolajnak májtisztító hatása is vannak, tehát segít a máj méregtelenítésében. A hatodiknak és egyben utolsónak a szív- és érrendszeri problémákat kell még megemlíteni, ahol támogatni tudja a szervezetünket a homoktövis, mind a gyümölcslé, mind a magolaj. A homoktövisben lévő polifenol vegyületek, a beta-szitoszterol, a C-vitamin és az omega zsírsavak mind-mind szívvédő vegyületek, és együttesen segítenek csökkenteni az élelmeszesedés kockázatát, illetve támogatják a szív védekező erejét. Ahogy a májnál említettem, az LDL koleszterin arányát is csökkenti, ami ugyancsak jó hatása van a szív és erekre, illetve akár a magas vérnyomás is csökkenhet a homoktövis kúra alatt.
Összefoglalva még egyszer a végén a 6 problémát, amikor érdemes a homoktövist rendszeresen fogyasztani: a bőr problémák, a mellékvese fáradtság vagy alulműködés, az immungyengeség, a cukorbetegség, a máj problémák és a szív- és érrendszer védelem. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. A webshopom linkjét valahol itt felül megtalálod, nézd be oda is. Személyes kérdésedet küldd nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!